Önök a Polip Televízió híradóját látják, a műsorvezető Fábián Hellé. Nagy tisztelettel köszöntöm a híradó nézőit is, rövid összefoglalónk következik. Újra finanszírozza Kisdivásárhely a hiteleit. Szelektív hulladékgyűjtésre buzdítanak. Kihallgatásra hívják a tanácsosokat. Háromszéken tájékozódott az Európai Tanács jelentéstevője. A monumentális szobrászat fővárosa bálványos. Most pedig nézzük részletesen. Kézdivásárhelynek több banki hitele van, ezek zöme az ipari parkok létesítéséhez tartozik. Korábban már felmerült, hogy előnyösebb lenne új hitelkonstrukcióba belemenni és újra finanszírozni a kölcsönöket. Erre a Városatyák rendkívüli tanácsülésen rá is bólintottak. A Kézdivásárhelyi önkormányzatnak több hosszú kifutási idejű hitele van. Egyet azért vettek fel, hogy meg tudják vásárolni a volt fás vállalat területét, a többi meg az ipari parkok létesítéséhez volt szükséges. Időközben a kamatok módosultak, és a város vezetése jobbnak látta, ha újrafinanszírozási lehetőségek után néz, és kaptak is a mostaniaknál kedvezőbb ajánlatot. A Román Kereskedelmi Bank ajánlata tűnt a legkedvezőbbnek, ugyanis újrafinanszírozás esetén a kamat körülbelül 600 ezer lejjel lesz kisebb, tájékoztatta a tanácsosokat Bokor Tibor polgármester a szerda reggel tartott rendkívüli ülésen, ahol emiatt a költségvetést kellett módosítani. A büdzsé más vonatkozásban is változott, 244 ezer lej támogatást kapott a Kézdivásárhelyi Kórház a New Fashion készruhagyártól. Ez fedezi egy nagyértékű pályázat 10%-os önrészét. Kiadásról is muszáj volt dönteni, a polgármester tájékoztatása szerint a napokban a város ki kell fizessen 243 ezer lej környezetvédelmi bírságot, mivel Kézdivásárhely nem teljesítette a szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó Európai Uniós elvárást. Az összeget annak ellenére kell átutalni, hogy a Goscom Kft. A maga részéről szintén 80 lej plusz illetéket fizet egy tonnányi szemét után, szintén a szelektív hulladékgazdálkodás hiányossága miatt. Bokor Tibor szerint a környezetvédelmi ügynökség felé most már 1 millió lej körüli összeget utalnak évente. A költségvetés módosítását a tanácsosok egyhangulag elfogadták. Országos, és így Kovásza megyében is zajló kampány vette kezdetét, aminek keretében a legkisebbeket és rajtuk keresztül a felnőtteket próbálják rávenni a szelektív hulladékgyűjtésre. A nyereményjátékkal is összekapcsolt akció azért fontos, mivel Romániában kevés a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége, és emiatt már büntetett az Európai Unió. Kedden délelőtt három kézdiszéki településen, így Magsán, Bereckben és Esztelneken mutatták be azt a kezdeményezést, aminek háromszéki főszervezője a Kovászna megye Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszerek Közösségi Fejlesztési Egyesület. Az iskolákban bemutatott ökotudatossági kampány lényege az, hogy a gyermekek körében tudatosítsák a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát. Az Esztelneki Nagy Mózes iskolában Ráduj Attila, a Zöld Nap Egyesület elnöke tartott előadást, aki a gyerekek számára érthetően magyarázta el, hogy mennyire terheli a környezetet az, ha a hulladék nem szelektíven van gyűjtve. A fejjel az üveg és a behűtes üveg, vagyis ugye a borkán is, az is oda megy bele. Jó. Főszervezőknek nyomós oka volt arra, hogy a gyerekek körében kezdjék meg az akciójukat. Bebizonyosodott az, a mai nap is itt tesztelnek, a gyerekek sokkal fogékonyabbak, mint a felnőttek, minden újra, így a szelektív hulladékgyűjtésre is. Interaktívak voltak, válaszoltak kérdésekre feleltek. Én úgy gondolom, hogy ez a jövő. Egyrészt, mert ők már eleve így szelektíven gyűjtik, másrészt pedig tudjuk azt, hogy a szülőket is pozitívan befolyásolják. A nagy őszintesség az, hogy mi mindig szidjuk, hol a kormányt. Jogosan, a nagy őszintesség az, hogy jogosan, de mi is kell tegyünk azért, hogy ezek a hulladékok ne kerüljenek lerakásra.
Két dolog miatt környezetet mentünk, másik dolog pedig a zsebünk érzi. Tehát minden, ami lerakásra kerül, azt nagyon keményen meg kell fizetni, és ettől arra felé még keményebben. Évről évre nő az a bizonyos illeték, amit a lerakott mennyiségekre kell fizetni. Az idén 80 lejről beszélünk, jövőben 120 lejről. Ezt csak úgy lehet megoldani, hogy nem rakjuk le a szemetet. Szelektíven gyűjtünk, komposztálunk, és ehhez nagyon nagy segítségünkre vannak a gyerekek, az iskolások. Az október végéig zajló akció részeként a vidéki háztartások környezetbarát zsákokat fognak kapni, és így külön tehetik a papírt, üveget és más szelektíven gyűjthető hulladékot. A kampány végén értékes és hasznos nyereményeket sorsolnak ki a legaktívabb és legügyesebb iskolák között. Tovább zajlik a vizsgálódás azon kézivásárhelyi tanácsosok ellen, akik 2012 és 2016 között voltak tagjai a helyi döntéshozó testületnek. A rendőrség Sepsiszentgyörgyre hívja a volt önkormányzati képviselőket, mivel kivizsgálás folyik a tervezett, de meghiúsult Vas Albert utca névadása kapcsán. A történet 2015. novemberében kezdődött, amikor íj és botont tanácsos előterjesztése nyomán a testület rábólintott arra, hogy a Torjai út mellett levő egyik utcát Vas Albert íróról nevezzék el. A határozatot a tanácsosok 2016. februárjában kénytelenek voltak visszavonni, ugyanis már akkor kivizsgálást rendeltek el a hatóságok. A rendőrség javaslatára az ügyészség akkor lezárta a Vas Albert utca tervezett névadásával kapcsolatos eljárást és ejtette a vádakat, illetve nem indított bűnvádi eljárást senki ellen. Sebastian Kuku kormány megbízott azonban az ügy újrafelvételét kérte, és a bíróság jóvá is hagyta az ismételt eljárást a korábbi testület ellen, amelynek tagjait egyenként Sepsiszentgyörgyre hívják a csendőrlaktanya szomszédságában, ahol rövid kihallgatáson vesznek részt. Telefonos megkeresésünkre íj és botond a névadást előterjesztő tanácsos kifejtette, őt még nem hívták kihallgatásra ennek kapcsán, az MNP-ből eddig csak Balázs Attila volt a rendőrségre idézve. Ugyanakkor az a véleménye, hogy a hivatalos szervek a dolgukat végzik, viszont a prefektus lépése magyar ellenességről árulkodik. Bokor Tibor polgármester szerint egyértelmű, hogy egy újabb magyar ellenes intézkedésről van szó. Mikor egy gyakorlatban emléptetett és visszavont határozat miatt zajlik kivizsgálás, az egyértelműen megfélemlítési akció, summázott a város előjárója, aki szerint a kormány megbízott folyamatos negatív túlzásokba esik, amikor a kisebbségi jogokról van szó. Kovászna megyében tájékozódott az Európai Nyelvi Kárta gyakorlatba ültetésének romániai helyzetéről Magyar Anna. Az Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának alelnöke a dokumentum 25 éves évfordulójára készülő jelentés egyik raportőre. 25 éve fogadta el az Európa Tanács az Európai Nyelvi Kartát, amelyet Románia 10 éve emelt be a saját jogrendjébe, így alkalmazása gyakorlatilag kötelezővé vált. A nyelvi jogok azonban nem érvényesülnek minden szinten maradéktalanul. Magyar Anna ELTI raportőr Sepsiszentgyörgy és Altó tájékoztatóján ismertette a dokumentum 25 éves évfordulójára készülő jelentése elveit, a nyelvi karta érvényesülésének buktatóit. Az érvényesülés az egész szinteken kell megtörténjen, regionális önkormányzatoknál, helyi önkormányzatoknál. Azt is keresem, hogy vajon a helyi önkormányzatok mennyire kapják meg a megfelelő hatáskört és a pénzügyi technikai feltételeket ahhoz, hogy ezeknek a jogoknak érvényt szerezzenek. Magyar Anna hangsúlyozta, az Európa Tanács készülő jelentése és ajánlása minden bizonnyal azt fogja kérni a tagállamoktól, hogy világos szabályokat alakítsanak ki a többnyelvűség költségeinek biztosítására. Tamás Sándor, a Kovászna megyei önkormányzat elnöke az Európa Tanács jelentéstevőjének azt mondta, akkor oldódnának meg a nyelvi viták Romániában, ha a magyar nyelvet is regionális hivatalos nyelvnek ismernék el. Azt szeretnénk, ami az Európai Unió más országaiban, demokratikus országaiban 10, 20, 30, 40, 50 éve normális dolog az, hogy a mi anyanyelvünk azon a területen, ahol jelenlegi törvények értelmében 20% feletti a magyar közösség aránya, ott hivatalos legyen a román mellett.
A Kovászna megyei önkormányzat elnöke hangsúlyozta, Romániában a nyelvhasználati viták nem egyenrangú felek között folynak. Az egyik oldalon az állam képviselői, a másikon az állampolgárok állnak, és az utóbbiak lehetőségei korlátozottak. A világ szinte minden tájáról érkeztek szobrászok bálványosra, a nemzetközi táborba, ahol monumentális szobrokat készítenek farönkökből. Az alkotások szombaton kerülnek végleges helyükre a szálloda körül, így az arra látogató bármikor megtekintheti azokat. Egyre több látogatója van a bálványos reszort szállodának és környékének, hiszen az ország vagy a határokon túlról érkező vendégek mellett a vidéken élők is szívesen keresik fel a természeti kincseiről is híres üdülőt. A szálloda tulajdonosai a fejlesztések mellett fontosnak tartják művészeti és kulturális projektek kivitelezését is. Ennek részét képezi az idén 8. kiadásához érkező nyári művésztábor, most május elején pedig egy monumentális szoborpark létrehozása. Az ötlet Kozmin Hiristea szobrászról, az olaszországi székhelyű monumentális szobrászati események nemzetközi egyesülete romániai vezetőjétől származik, akinek a javaslatára itt szervezték meg a tölgyfa monumentális szobrászati megmunkálására szakosodott nemzetközi szimpóziumot. Több mint 100 szobrász jelentkezett a világ minden tájáról, és 13 mű tervének készítője nyert el a lehetőséget, hogy a gyönyörű erdélyi tölgyfát felhasználva alkothasson. A május 5-én ideérkező művészek mindegyike a monumentális szobrászat szakértője, a láncfűrész, a sarokcsiszoló, a véső és a kalapács virtuóza, a közvetlenül a farostjaiban tükröződő szépség vizuális kutatója. A tábor ideje alatt a bálványosra látogató közönségnek lehetősége van közvetlenül megfigyelni, amint egy farönkből monumentális mű születik, a helybeli művészeknek pedig alkalmuk van összebarátkozni japán, orosz, török, lengyel és más országokból érkezett nemzetközi alkotókkal. A kiállítást szombaton délelőtt nyitják meg, a művek folyamatosan ki lesznek állítva és elérhetőek lesznek a bálványost látogató, szépet szerető közönség számára. Kedves nézők, ez volt a híradó, köszönöm figyelmüket, további jó tévézést kívánok!